műszik, beszélgetések délután. elemzések a filmek világából. érdekes van? volt a, a a filmről még az, hogy hogy Na, ő, hogy ugye megjelenik a filmben ez a fajta nacionalista, nacionalizmus dolog, de ugye most nem a politikai izéről beszélek, hanem inkább nem, identitási, a hazafüseg. Ér, hazafüseg. Identitá... Hazafüseg. Igen, identitási értelemben beszélek most, nem, nem, hmm. nem politikai kurzus részről. Szóval, hogy a nacionalizmus így megjelenik, mint identitása a Kowalskinak, viszont ezzel tudod, az a probléma, hogy megjelenik a filmben a problémája a, ennek a nacionalizmusnak, még például az, hogy abban a formában, ahogy a, a Kowalszki ö, gondolkodik erről, vagy ahogy egy átlagember gondolkodna erről, abban a formában nem igazán létezik. még pedig azért nem, hogyha ha logikusan végig gondolod, ö, ö, a Kowalszki, ö, ugye kiderült, mert utána néztem, tehát kiderül, hogy a Kowalszki családnév az egy nagyon gyakori lengyel családnév. És ráadásul a Kowalszki, ő is egy bevándorló családból származott, akinek a családja Lengyelországból be, be... bevándorló. Adam. Hát ez meg a másik, hogy Amerika egy olvasztó tégely, tehát Persze. eleve nagyon nehezen értelmezhető az igazi amerikaiság kérdése ott. Tehát, hogy aki tőzsgyökeres amerikai, az is valójában... Olyan nincsen. Olyan hát nincsen. Igen. Tehát az, az a vicc az egészben, hogy általában ezt úgy szokták, hogyha te átköltözöl egy másik országba, és húzamosabb ideig, vagy tegyük fel életed végéig, ott szeretnél élni, de ez egyébként nem csak országra vonatkozik, majd mindjárt mondom, akkor alsó hangon általában az szokott lenni, hogy akkor fogod tudni majd magadat mondjuk, nem tudom, amerikainak mondani, most nézzük Amerikát, ha majd gyereked lesz, és a gyereked, gyereked már, ő már akkor fogja így igazából a környezeted elfogadni, hogy nagy te, hogy, hogy, hogy igazán olyan autentikus vagy. Én ezt vettem észre azért a külföldi visszacsatolásokból, és ez egy igaz egyébként, hogyha az egyik városból ugyanazon az országon belül átmész a másikba. Mert nagyon sokszor van az, hogy azt mondod, hogy na hát te gyütment vagy. Mert nálunk például megvan az a mi városunkban, meg a szomszéd faluba is, hogy, hogy emlékszem, amikor beszélgettünk mondjuk itt a izéről, hogy egy, egy beszél, ilyen lokális beszélgetésben, mondjuk ö, megismerkedtünk egy valakivel, aki mit tűn, három éve költözött ide hozzánk. És akkor a beszélgetésben úgy hivatkoztak rá az ismerősém, hogy hát te gyűjtment. Érted? Ez azt jelenti, hogy, hogy hát igen, már itt laksz, de még nem vagy úgy igazán, tudod. És egyébként én emlékszem, amikor a pappal is, is beszélgettünk a családomról, meg itt a az a, a, hogy is mondjam, vallási közösséges történetekről, amit ugye nyilván nem fogok elmondani, mert az nem a témájának a dolognak, de hogy nagyon sokszor volt az, hogy, hogy szóba jöttek, hogy ki milyen öreg család ebben, a, ebben a, a lokális környezetben. Érted? Hát akkor viszont azt lehetne talán mondani, hogy, hogy csak az, az, az számítjuk, mondjuk, definíciók kérdése, hogy az számít az adott országban Szerintem. lévőnek, a állampolgárnak, hogyha második vagy harmadik generációs családból igen, számhazik. Igen, igen, igen. Azt már könnyebben elfogadják. Én azt, azt, azt vettem észre. Meg éssze. akkor már valószínűleg a, az akcentusa, is tökéletesen igen, az adtani attani országbeli. Mondok például, képzel képzeld el, én egyszer beírtam, és idevágó kis anekdóta, beírtam a, a linkedin hogy a családnemünket, egy nagyon ritka családnemem van, ugye, és kidobott rengeteg találtott, És fölvettem egy-kettővel a kapcsolatot, és kiderült, hogy, hát én nem tudtam róla, de vannak Amerikában másod és harmad generációs unokatestvéreim. Mert ugye csináltunk egy ilyen családfakutatást, meg minden, mm -hmm. ők is, én is, és kiderült, hogy van egy ilyen, ilyen másod-harmadik generációs amerikai ö, unokatesóim, és ebben az az érdekes egyébként, hogy mesélték nekem, hogy a nagyanyjuk még beszélt magyarul, de ők már nem tudnak egy szót se. Aha, Na, aha. Büdös aha. Száll, Fingjuk nincs arról, hogy mi az, hogy... De ugye nagyon érdekelődtek itt a kelet-európai blokk és nagyon sokat ö, utaztak erre, és ö, Romániába is meg minden, és az egyik unokatesomnak a, a, felesége, az uh, kérlek szépen Bukarestbe ismerkedtek meg, és utána Amerikába Bukarestbe költözött, és home office-ba IT szakemberként dolgozik, Bukarestből Amerikába. <laughs> igen, ilyen, hát azért mondjuk azért az amerikai fizetést elkölteni Romániába nem olyan rossz szerintem. Igen, 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 igen. No. Úgyhogy, viszont a, bocsi csak annyi, még a, no. a lányolokatessőm az pedig ugye kint, kint él az a amerikai tengerészetnél dolgozó, tengerészgyalogosságnál dolgozik. Igen, mondja. Na, mi volt még? Igen, igen. Szóval ezzel beszéltük, hogy akkor ez a nacionalizmus, ez egy nagyon támadható dolog, mert mert nagyon könnyű bele belekötni. De tudod, tudod hogy... Miért alakult ki ez? Hát ugye ez egy ilyen törzsi dolog. Hát ugye ez ilyen törzsi alapú gondolkodás, és ez az őskortól velünk van. Igen. Nem, véletlen, igen. nem véletlenül van ez, hogy, hogy, hogy akkor te, hogy te lokális ember, vagy neked fontosak a lokális értékek, mert ugye alapjában véve. A lokális értékek a fontosak. Aztán ugye van a, van a régió, tehát vannak ilyen, tehát például a CNN, mondok neked valamit, ugye van az, hogy mitől hír a hír. És ugye ennek vannak egy ilyen kritérium, mi, mikor, hol, ki, stb. vannak ilyen megnevezései, de a CNN-nél volt egy ilyen hármas lista. Figyelj, most pontosan nem tudom, csak így nagyjából tartalmilag ki volt rakva egy ilyen tábla a CNN-en, hogy... Mitől hír a hír? Tehát, hogy egy ilyen, tudod, ilyen emlékeztető mindig, hogy na ez akkor, hogy amikor a híreket ö, értékelik, hogy be, be, hogy a híradóban megjelenjen, ö, vagy különböző ilyen műsorokban, akkor az, az mi, alapján, mi alapján hoz nézettséget, tehát mi a fontos a, a embereknek. És ugye ez úgy van, hogy először van a, a családod, aztán van a lokális környezeted, aztán van a nem tudom milyen réged, és aztán van az országod, és utána van az, ami ezen kívül van. Érted? Tehát, hogy, tehát, hogy ez az ez a, ez a, ez a, ez a, hogy nekem, mondjuk neked, mint budapestinek, mi a hír? Hogyha most, nyilván sok kritériuma van, de elsődlegesen téged az érdekel elsősorban, hogy mi van Budapesten, meg mi van a, a szűk ö, környezetben, a téged érintő ö, lokális dolgokban. Utána jön az ország többi pontja, utána jön a teljes országra vonatkozó dolgok, és utána jön minden más, ami, ami kívülről történt. Tehát téged jobban fog érdekelni, nagy valószínűséggel persze, most hogyha most nem ilyen egyedik emberekről beszélünk, de nagy valószínűséggel jobban fog érdekelni, hogy mi történik az utcába. Ha neked az utcába valami történt, és az bekerül a hírekbe, akkor mondjuk mutatod a havarok, nézd meg, ez nálunk történt az utcába, hallod? Érted, hogy mit akarok mondani? Az, az, az prioritás számodra fontos, hiszen az neked lokálisan történt a te úgymond a törzseden belüli egy ilyen szűk környezetben. Tehát itt mindig azért, azért ezért nem értik az emberek egyébként nagyon sokszor, hogy miért alakul ki ez a nacionalitás, de hát azért, mert az meg törzsekbe vagyunk rendeződve. Igen, csak Van az, a... az hogy hogy, hogy hogy mondjak valamit, persze mondja, ö... mondja, mondja. Szerintem, vagy Nyilván itt, itt is magamból indulok ki, de az, hogy most magamból indulok ki, az teljesen racionális példa. Persze, de azt persze. akartam felhozni az én példámból, amivel lehet rávetíteni a nagyobb dolgokra, hogy, hogy az attól még, hogy, hogy törzsben vagyunk, tehát hogy nyilván szinte mindenhol törzsben leszünk, törzsben vagyunk, persze, de attól, persze. hogy egy törzs része vagyok, mondjuk a kisebbik törzs a családom, a nagyobbik törzs az utca, még nagyobb törzs a... a a város, a városod, aztán igen. a megye, aztán a, a, az ország. Ország. De, igen, igen, igen. de attól még, hogy benne vagyok egy törzsbe, nem muszáj ö, rasszistának vagy előítéletesnek lennem. Igen, de bocsánat, ebbe igazad van, de ez egy ilyen összönalapú dolog. Vagy hát vagy á, nem, nem lett megint az, amit á. mondtál, hogy, hogy hogy addig, mire eljut az embernek a homlok lebe, lebenyéig, tehát amire a frontális hoblo, homloklebenyig eljut a. a az agyban a jel, az információ. addig, addig lényegében a törzsi ösztönöket kell igen, gyors felülírni, gyors. felülírni a lassú gondolkodással, hogy ezt, igen, ezt igen. Ellen ez Hát és ez, e már, ez már, ez már, bocsánat, ez már, ez már olyan szakmai kérdések, ami az a megfelelő, releváns szakmának bakéne tapasztalatnak rendelkezik. Most csak én csak tippelni tudok, hogy, hogy, hogy ennek lehet ilyen biológia oka, igen, hogy ez már nem, nem egyfajta gyors túlélés, tehát nem, a túl, nem elsősorban egy túlélés, a, a túlélésed, az a, az a szűk lokális környezet. Mondok egy példát, ha a szomszédodba betörnek, azt téged ugye érdekelni fog, hiszen akkor hoppá, elgondolkozol, hogy hoppá, lehet, hogy holnap majd, lehet, hogy holnap hozzám törnek be. De hogyha betörnek mondjuk, nem tudom, Debrecenbe egy Juliska nénihez, és ott mondjuk a kutyáját megerőszakolják, az érdekes hír, hiszen hát betörtek és megerőszakolták a kutyáját, ez bekerült a hírekben, na de téged olyan mértékben nem fog érinteni, mint hogyha a szomszédodba törtek be. És akkor itt megint itt van ez a törzsi dolog, hogy mi van benne? Azért rendeződtem törzsbe, törzsekbe, hogy valami fajta, valami fajta védelmet szerezzek saját magam számára, és meghatározza. És mondok egy másikat, de csak nagyon fontos, amit akarok mondani. A katonaságnak ugyanez volt. Ez kevés embernek van erre tapasztalata, most nyilván a mai generációban, de elmondom, hogy addig, tehát én benne voltam a Nagy Sándor híradó zászlóajban, és a szomszéd, tehát az út, tehát az út egyik felén volt a Nagy Sándor laktanya, a másikon az Alba régia. És a a mi laktanyánkban, ugye hát amíg bent vagy a katonaságon belül, az adott területeden, a régiódon, az embereiddel, a, a körleteddel, az izé, ugye szívtuk egymás vérét, hiszen unatkoztunk. Ha volt program, akkor lefoglalódtunk, de ha nem, akkor mindenki kötöket, hogy jaj, te dagi vagy, te büdös a lábad, nem tudom, stb. mentek ezek az oltások, tudod. Na de várjál, kimentünk a városba. A városban mi történt? Mondjuk az egyik nagy Csanyist, a, 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 a mi laktanyákból elkezdett verekedni egy alba Akkor erre tudod, mi volt a reakció? Kiáltunk saját magunk mellett, hát hiszen az a, az a mi törzsünk, az, a, az a, mi, a mi területünk, az a, az a mi, érted? Itt megjelentek ezek az ősi törzsi reakciók. Érted, mit mondok? Igen. Igen. Bocsánat, nem úgy mondjam. Ha akartam, hogy nekem van valamennyi, van valamennyi tudásom ezekről a tehát, hogy van egy minimális ilyen neurobiológiai tudásom erről, na, na. és annyi egyébként a dolog, tehát annyit ő, hallottam több helyről, meg olvasni cikkeket, meg ilyenekből hallottam, hogy ugye van alapvetően egy olyan, hogy van ez a híres könyv a Daniel Kahnemannak a gyors és lassú gondolkodás, és valószínűleg ez van, hogy, hogy emellett meg van egy hármasagy elmélet, és az azt mutatja na. meg, hogy a, na, a hármasagy elmélet alapján a, volt ez az agytörzs egy pici területe alul az agyban, ami ez a üss- és fuss reflexet váltja ki, aztán Igen, fölmegy én. egy kicsit a, az, agy, az agynak egy felsőbb részére, ami megint egy nagyobb, de ahhoz már időre kell szüksége lenni, és aztán felmegy teljesen a, az agynak a legfelső homloklebeny részébe, és oda meg még lassabban jut el, és azt mondják, hogy ez a gyors lassú gondolkodás, ugye a gyors az azért volt, hogy, hogy túléljél, lassú gondolkodás, meg azért, hogy tervezzél, és racionális legyél. És valószínűleg ez, a, ez lehet az oka, gondolom, meg ez is valamennyire az oka, ez alapján, hogy ahhoz, hogy a törzsi és a, a, a törzsi reflexeken, meg a ösztönös reflexeken túllépjél, és át tudjál váltani racionalitásra, ahhoz egyrészt treníroznod kell az agyadat, meg a viselkedésedet, és, 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 ez, ez egy rohadt nehéz dolog, mert, mert valójában tényleg erről van szó, hogy ugye amíg, amíg ősemberek voltunk, addig ez, ez teljesen automatikus volt, és az évezredek alatt eltávolodtunk ezektől a szituktól. Tehát most már nem az van, hogy, hogy ö, megesz a, az utca végén állok, és akkor rám ront egy tigris. Tehát már ilyen, ilyen dolgokra nem kell gondolni, mert nincsenek ilyen szituk, de, de de hát most más, más, másképp kell használni az agyunkat, meg másféle szituációk vannak. Tehát, Túlérés, hogyha mondjuk... túlélésre szükség van. Igen, de mondok egy példát. Például, hogyha a főnököm felidegesít a főnököm vagy egy kollégám, és, és én abból valami vitát vagy egy jelenetet rendezek, vagy, vagy, vagy nem tudom kor, kordában tartani az indulataimat, akkor lehet, hogy kirúgnak arról a munkahelyről. Tehát, hogyha nem állok ellen ennek az ösztönkésztetésnek, akkor lehet, hogy rossz lesz a vége. Tehát most már más, más, a, más játékszabályok vannak a mai világban, Igen, és ellen kell a... állni ezeknek az ösztönkéztetéseknek, és lehet, hogy emiatt a tömegeknek a pszichológiája, meg a törzseknek a pszichológiája, lehet, hogy pont emiatt működik így, ahogy. Bekerülsz egy ilyen ö, sűrű közösségi környezetbe, ahol ahol ez rád sokkal nehezebb ellenállni, szerintem, hiszen egy ilyen nagyobb dózisban hat rád a tömeg. Én igen, szigorúzás. tehát ahogy, ahogy a tömeg részévé válsz, ki vagy, ki vagy téve annak, hogy a, a törzsi reflexekkel az ösztönösen gondolkodjál, és ugye a példa alapján, a tudattalan példák alapján, te is ellesed a példákat, és lehet, hogy a nap végére már, 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 már sokkal könnyebben ülsz fel ezeknek az ösztönös késztetéseknek, meg szokásoknak, úgyhogy valószínűleg ez lehet talán az oka. Egyébként erről írtassam a Seneca is a könyvében, az erkölcsi levelekben a szem dolgokat, hogy, 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 kerüld a tömeget, azt ne, nem azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy ne vegyél részt a, a, társas interakciókban, csak az, hogy a tömeget kerüld el valamilyen szinten, mert, mert csak a rossz, rossz, szokásokat fogod felvenni tőlük. És egyébként azért vicces ez az egész dolog, mert ugye az emberek elmennek ilyen 50-60 ezeres koncertekre, tudod, és ott egyszer történjen valami katasztrófa, és pánik, a pánik hangulat elindul, akkor ugye ezeket mindenkire, ez átszivárog. Érted, mit mondok? Igen, hát nem, igen. nem egyszer van az, hogy ilyen tömegrendezvényeken agyon tapossák egymást az emberek. Igen, igen. Tehát most én bele sem merek gondolni, én emlékszem, mikor a vasfüggöny lehullott, és a 90 es évek elén volt ez a megakoncert Oroszországban tudod, a, 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 Metallica is fellépett, nem is tudom, már szám, nem is tudom, de Oroszországban az biztos, és, és másfél millió ember, 1,6 millió ember előtt léptek föl. Hallod? Brutális. De az már, az, már... Már egy, az már, egy, kisebb, kisebb vá egy nagyváros, vagy egy kisebb ország, vagy egy nagyobb városnak a Hát az, az, az már, már majdnem annyi, mint Budapest uh, méretű izé, ne hülyeskedj, hát és gondold el, uh, erről van felvétel az interneten, amikor játszik azt a uh, Enter the Sandman, talán azt, majd belinkelem neked, zseni. Tehát, hogy bazd meg, én halálfélelmem lenne, hallod, Geci. Katonák tartják kordában a tömeget, de hát az se lehet, már 1,6 millió embert. Hogy? Ott valami elszabadul bazd meg. Hallod, ott meghalt volna mindenki. De nem kell annyi hát emlékszel, ott volt a, nem tudom mennyire emlékszel, ott volt nem tudom <coughs> 5-10 vagy 15 évvel ezelőtt a Vest-Balkános a dolog, ahol alig 1000 vagy 2000 ember volt, és ott is hmm. ö, tragédia történt, igen, amikor igen, igen. Jó, nem csak tudom, hogy tűzütött ez, ki vagy ilyesmi. Szóval akkor néztem viás felvételekről ezt a, ezt a Metallica koncertet, hallod, figyelj, én halálfélelemmel volt, én nem, áll, nem mertem volna kiállni koncertezni. Na mindegy, térjünk vissza a ja, Na figyelj, egy érdekes dolog még, azt még nem vettük észre a na, szimbólumok között, amikor meghal a Kowalski. Van dolog, azért mondom, hogy órát is igen, a filmről. A amikor uh, leesik a földre, amikor a golyók átszaggatják a testét, igen, és lehull a igen. földre, igen, akkor igen, igen. Uh, fogja a kezében az öngyújtóját, ami, ami jelképezheti az előző életét, a régi életét. Hát figyelj, lehet... Uh... Hogy Meg azt hiszem, tehát... talán pont a, az, nem tudom, hogy az mennyire lehet, hogy a, a, a öngyújtónak a szimbóluma az a az talán a katonai rangjelzése, vagy nem tudom miért Hú, már nem emlékszem, de tudom, tehát, hogy azért igen, vannak ilyen rengeteg ilyen. Vagy a csapatának a, a csapatának a szimbóluma van ilyesmi? Igen, tehát rengeteg ilyen, uh, ilyen kis uh, extra layer van elrejtve a filmben. Tehát ezek azért ilyen finomság. Azért mondom, hogy erről a filmről napokig lehetne beszélni. Tehát uh, megérne még ez egy pár misét. Mondjuk én most, uh, ugye, én azért nem emlékszem minden egyes részletet, mert én nem most néztem meg. Igen, hanem, igen, igen, Tudom, egy hónapja vagy kettő, és. Uh, uh, tehát, hogy nem mindenre emlékszem ilyen mélységekben most már, ugye, mert azóta rengeteg filmet néztem, meg mindent, de hát, ugye, ezt a filmet én már, hát én nem hazudok neked, de szerintem egy tízszer már láttam. Tehát, euh, jó, de hát, ugye nyilván nem marad meg bennem az emberben minden részlet, mert több mint Persze. 3000 filmet Persze. láttam, tehát, hogy egy, el se tudom képzelni, hogy. Tehát valami megmarad bennem, valami nem de az biztos, hogy ez a film, figyelj, ezek olyan finom és aprólékos dolgokat tartalmaz, olyan mélység, mondom, az nekem azt tetszett a legjobban, tényleg, hogy ezek a kulturális különbségek nek a leküzdésében mégis egymásra talál ez a, ez, a, ez, a, ez a jó szomszédi iszonyból egy jó szomszédi viszony lesz. Igen. <laughs> é, igen, igen. hogy mit mondok. A jó igen. szomszédi iszonyból egy jó szomszédi viszony lesz. És euh, <laughs> és mondom olyan ez a film olyan érzékenységgel dolgozik, tehát ez a Clint Eastwood ugye? Én egyébként én nagyon nem hiszek abban, hogy, hogy lehet egyszerre játszani megrendezni. Tehát, mert ugye az, az hogy, mert ugye itt ő a Clint Eastwood a rendező, de van egy-két olyan ember, aki ezt meg tudja csinálni. Én azért nem tudok, én azért nem tudok ebbe hinni, mert mert akkor valahol a kamera mögött lévő emberre valamilyen mértékben rá kell bízzad magad. Mert ugye a, a control monitor te ilyenkor nem látod, tehát, kívül, tehát belülről, tehát nagyon nehéz az, hogy benne vagy egy jelenetben, Hát aki már rendezett filmet, meg tudja, hogy ez hogy működik ez az egész dolog, azért az egy nagyon nehéz és egy bonyolult szituáció, hogy, hogy te a filmtérben is legyél, meg a filmtéren kívül is. És persze, lehet az embernek olyan érzékenysége, hogy, hogy, hogy így az egyik, egyik szituációból azonnal tudjál váltani a másikba, de amikor én rendezek, akkor én gyakorlatilag ilyen transzba vagyok. Nem csak a film rendezés alatt, hanem otthon is, civil életemben, és fontosan az a film jár a fejemben, amit éppen készítek, és azzal foglalkozok, hogy, hogy minél jobban ki tudjam belőle aknázni azt, amit én szeretnék. És ilyenkor... Tehát én nem tudnék váltani, hogy a jelenetben is legyek, meg a izében is, meg a jeleneten kívül is. Én, azt, én, én erre nem érzem magam képesnek. Hát de lehet, hogy talált egy olyan embert, akivel ezt meg tudta oldani, mert ezek szerint a film az jól sikerült, tehát valahogy meg tudta de, oldani. Ja, nem, persze nem, én csak azt akarom mondani, hogy ez az én hibám, vagy hogy fogalmazzam. Tehát, hát hogy, lehet, hogy de, neked de... ehhez nincs affinitás, vagy valakinek meg igen, lehet, igen. Hogy, lehet, hogy tízezer rendezőből egy ezt meg tudja csinálni. Igen, azért mondom, hogy ez nagyon ritka azért, mert ugye ugyetem sok rendező próbálkozik ilyennel, hogy belerakja magát ebbe a történetbe, de én megmondom őszintén neked, hogy ne, kevésnek sikerül jól. Tehát ilyen Woody Elán, meg mondjuk Clint Eastwoodnak ez jól sikerült, de az elején azért Clint Eastwood filmében nem volt. Tehát azért érződik, hogy Clint Eastwoodnak azért bele kellett jönni a filmrendezésbe, maradjunk ennyibe. De mit akarok mondani, hogy de nagyon kevés az olyan, és van egy másik ilyen kombináció, amit én nagyon nehezen tudok kezelni, és azt mondom, hogy az szerintem igazából nem tud működni jól, hogy a, a, a rendező... Meg az operatőr az ugyanaz a személy, mert vannak ilyen filmek. És egyébként operatőrködni, meg egyszerre rendezni, az, 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 se, az se tudnám csinálni. Azért nem tudnám csinálni, mert, mert uh, teljesen más szempontjai vannak egy a klasszikus értelmevet operatőrnek, klasszikus értelmevet DOP-nak mint, mint a, a, rendezőnek. Tehát a diópinak elsősorban a kompozíciók fontosak, meg a is. nagyon sok ilyen operatőre találkoztam, hogy sokszor felülírja a történet, történet minőségét és a mélységét az operatőri minőség. És, és az, hogy, az, hogy és, és, az, hogy egyszer rendezzél, hát én nem tudom, de az, az, az egy nagyon egy ilyen érdekes dolog. Én, a, Hát én, ezt nem, én ezt abszolút külön választanám. Mondom, de ez én vagyok ilyen. Csak hogy a, ha azért megnézzük azt, hogy a, azért a filmek arányában, hogy ez azért nem sok filmnél van ez, hogy egyszerre van a rendező, és az operatőr ugyanaz, vagy a rendező az a filmben szerepel is, ez nyilván azért van ilyen kevés, mert azért ez nem egy egyszerű dolog, a kettőt egyszerre csinál bármilyen. Hát akkor Kettőn, tudod, ez van, külön. hogy kivétel erősíti a szabályt kávé. Hát, hogy van ilyen kivétel, persze, hogy van ilyen kivétel, de, de az nagyon kevés pont azért, mert hogy ez egy eléggé baromira nehéz dolog. Tehát, hogy ez azért nem egy ilyen egyszerű történet. Hát, de azért mondom, hogy ez, ez azt a szabályt erősíti, amit te mondasz. Tehát, hogy ők igen, ezek igen. a nagyon, nagyon, de nagyon ritka igen. kivételek. Igen, 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 igen. Egyébként Clint Eastwoodnak van még sok jó filmje, és én megmondom őszintén, hogy nem feltétlenül a, a, a western filmjei hanem a Kelly hős, Kelly hősei, az egy nagyon-nagyon jó film, az egy nagyon jó háborús film, talán az egyik legjobb. Ami azt ő rendezte? Azt hiszem, na, ezt nem tudom, na várj, azt megnézem. Arraban nem vagyok biztos. Akkor ő már rendezett filmet, a Kelly hősei időjében? Elég régóta rendező filmet egyébként. De mindjárt megnézem. Kelly Heroes mert ez melyik kreditje, ez az aktor kreditje, 45 rendezése van Clint Eastwoodnak, szóval azért azt nem mondanám olyan kevésnek. Aha, nem tudtam, hogy annyit rendezett. Én azt Kurva hittem, sokat. hogy csak egy ilyen 10-20 filmje van, nem tudtam. Nem nem, 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 nagyon sokat rendezett. Hát ő már az elején euh, euh, mert az mikor így? 60 70 valahogy ingyen. azt lehet, hogy nem ő rendezte, aktor az Kelly Heroes nem, nem ő rendezte, de az egy, az egy nagyon zseniális film. Uh -huh, igen. lehet, hogy mondtad, de azt is megnézem. Az figyelj, az minden szempontból, ugye, az talán az egyik legjobb háborús film, amit valaha láttam. Tehát uh, ez Brian G. Hutton rendezte, nem is tudom, a más nem nagyon ismerem. Mert egyébként, a kedvencem egy, kilenc filmet rendezett csak egyébként, ez a csávó. Uh -huh. Ez a Kelly, és ez... Uh -huh. uh, azon szoktam mindig mosogni, mikor valaki valamilyen filmhez érzelmileg kötődik, és akkor mondja nekem, hogy hú, te figyel, látod ezt a filmet, ez kibaszott jót hallod, ez egy zseniális volt, és így, és és akkor mondom, hogy nem láttam naharúg. Hogy, hogy nem láttad? Hát te filmes szakember, vagy te rendező vagy, tudod. <laughs> hát mondom, basszák, hát az nem úgy működik, hogy te akkor a világ összes filmét láttad, érted? Tehát nyilván vannak, ugye, alapművek nyilván vannak fontos filmek, vannak, vannak, vannak szubjektív, úgymond ilyen, ilyen, személyes kötődésű filmek, tehát nekem is van egy ilyen rengeteg ilyen archív gyűjteményem, kérlek szépen, ami a gyerekkorom ilyen kedvenc sorozatai, nem tudom, filme, ami valójában film technikailag, film történelmileg egy semmi lófasz, csak nekem ilyen érzelmi alapú kötődésem van hozzá, mert gyerekkoromban én nekem az fontos film volt. Tehát mondok egy példát, hogy ki ezt a klasszikus történetet, gondolom, hogy a Kincses Sziget, tudod? Ismerd ezt a, ezt a klasszikus... Ö, kinc... nem, nem olvastam, mert azt hiszem vagy olvastam, de a fi filmet nem biztos, hogy láttam. Lehet, hogy olvastam, vagy az is lehet, hogy csak éppen el akartam olvasni könyve. Itt's ez a Robert Louis Stevensonnak a, 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 története. Ez ilyen klasszikus gyerekmese, ilyen kalózos gyerekmese, és ennek csináltak az olaszok ilyen kóprodukcióban, kérlek szépen, egy, egy ilyen sci-fi változatát, ez a kincses sziget az űrben. Uh -huh. és, és ez, és, ez, egyszer lefutott a magyar televízióba, és én azt én kibaszottó, rohadtó szerettem és, és én nagyon megmaradt bennem, és valami évekig vadáztam, évekig vadáztam, mire föl megszereztem ezt a sorozatot, és, és két verzióban is van meg, egy alámondással, tele hibákkal, meg megvan egy rendes szinkronnal is, és figyelj, én olyan boldog voltam, amikor ez meglett ez a sorozat, és nyilván filmtechnikailag, színészi játékban, nem tudom, díszletekben, stb., hát ugye nyilván gagyi, tehát nem egy nagy vasiz, de az valami 70-es évek végi talán azt hiszem a sorozat, vagy 80-ban jött ki a sorozat, valahogy így. És, és nem egy nagy dolog ez, csak nekem, nekem, érzelmileg kötődöm hozzá, tudod, és ennyi. Tehát, hogy, és sok ilyen film van, tehát, de azon, szoktam mosogni, mikor, mikor érted, elkezd valami ótvaros, retkes szar filmről beszélni, valami hangya kettő, vagy nem tudom, tehát ilyen hülyeség, érted, ilyen, ilyen Szóval borzasztó mindegy, egy katasztrófa az egész, és akkor, és akkor érted, amikor én meg beszélek egy ilyen film, hogy Gran Torino, jó, hát mi a faszom, hagyjad már öreg ember bóckodik, érted, ez izé... na jó, hát most. <laughs> Úgy miről azért azért azt, az, hagy hagyd mondjam el, így, 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 nyilván tudod, de hogy, hogy azért, azért mondjuk el, hogy azért a te helyzeted nagyon speciális, mert mondjuk vegyük, vegyük végig pont emiatt most a három, a három fő embertípust, aki néz filmeket. Tehát, ugye van, van az az ember, aki megnéz egy filmet, és se nem kritikus, se nem rendező vagy filmes. Aztán van a újabb szint, aki már egyre bejebb van, a filmkritikus, aki már tud valamiféle kritikát mondani egy filmről, jó esetben, ez egy, ez egy újabb szint. És te vagy a tetején, a leges-leges legszűkebb szint, ahol te filmet csinálsz, mondjuk lehet mondjuk ez operatőr vagy rendező, tehát ez már annyira benne van a, a hierarchia tetején, és annyira szűk ez a, ez a a piramisnak annyira szűk ez a teteje, hogy már annyira kevés ember ö, van szakmailag ennyire benne a dologban, hát hogy le, nem, le vár, nem ilyen. várhatod el, hogy ennyire filmes szemszögből bárki is nézze. Ja, persze. Mint, ja, csak mint, olyan... Úgy, hogy, úgy hogy te a hierarchia tetején vagy. Jó, csak ezt dolog, ez olyan dolog, mint amikor a a több dolog. Az egyik az, hogy a hierarchia tetején azért fel állítani pár szintet, mert azért itt szakemberi szakember között is van különbség. Most tudom, hogy ez egy kicsit nagyképűen hangzik, de tényleg ismerek olyan filmes szakembert, aki hát eléggé kókler, maradjunk ennyibe. Tehát az, hogy valakinek lesz lehetőség a filmet készíteni, vagy, vagy valahogy megoldotta támogatásból, vagy privát támogatásból, vagy bármi. Az nem azt jelenti, hogy ő mondjuk szakma, szakmájának a csúcsánál. Persze. De nem, nem, nem fett, ha. Bocsánat. Ez nagyon se, semmi, csak hogy végig akartam én ezt az egész dolgot. Ez az egyik fele. A, a másik fele, ez meg kicsit olyan, tudod, mint amikor ö, a, a jön egy új, mondjuk egy ilyen elektronikus zenész, egy éve bohóckodik, vagy két éve, és akkor vannak ilyen megállapítása, és akkor te elhozza neked az anyagot, tudod. És hát megvan győződve, amit már ugye ezerszer beszéltünk, meg van róla győződve, hogy az egy zseniális dolog, amit ő csinált, és valójában nem az, hiszen te szakmailag szétszeded. Érted, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogy ez pontosan ugyanaz a dolog, hogy. hogy, hogy, hogy... Szóval, én nem tudom, már jutottam egy olyan szintre, hogy én már kurvára fáradt vagyok a filmekről olyan emberrel beszélni, aki, aki, csak ilyen érzelmi alapon meg izé, meg nem tudom, meg ez a jó van, nem tetszik, akkor görges tovább. Hát szóval ezzel, ezzel, nem tudok mit kezdeni, ez a görges tovább, mert én már most már tényleg már annyira leszűkítettem ezeket a paneleket, például a Facebook kommenteknél is, hogy amikor látod azt, mondok egy példát, most ez nagyon vicces volt, egy színi, volt egy ilyen gagyi cikk, figyelj, gagyi cikk arról, hogy egy színésznő lemondta az esküvői tanúságát, hogy ő elmegy tanulni, mert hogy éppen akkor forgatási nap volt. Figyelj. És akkor jöttek ezek az érzelme alapú emberek, akiknek a, ugye ilyen tipikus tucat családanya nők, akiknek egyetlen egy fontos dolog van az életükben, vagy pontosabban a kettő, a nyaralás, meg a házasság. És, a, és a, mert ugye hát ezek a társadalmi elvárások, hogy hol voltál nyaralni, meg ilyen hülyeségek. És akkor képzeld el, hogy írt egy ilyen kommentet a nő, jó, akkor miért vállalt el a izét, a tanúskodást a izén, a, 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 az esküvőn, ha nem ment el? Akkor mi, miért vállalt el? Tehát fel sem merült benne, hogy, érted, hogy mérlegeljen mondjuk filmes szempontokat, mert ugye büdös faszfinge nincs arról, hogy hogy készül egy film, mennyi szenvedés, probléma, megoldani való, mennyi pénz és mennyi szopás árán. Majd jön egy ilyen okos tojás, aki beül a moziba, jó szájízzel ropogtatja a chipset, meg a, pop, a és megnézi az Avengers következő részét. De hogy az mennyi pénzből, mennyi szopásból, mennyi lemondással készült, azt azt hogy fel se fogja. Egy te, te... pont, pont az jutott eszembe, egy kis me mellékes dolog, de ide csak ö, ide csak kapcsolódik. Lakosan meg a te példád is adta az inspirációt erre, hogy igazából tök-tök pozitív dolog, hogy hogy igazából lehet töredékpénzből jó filmet csinálni. Tehát mondjuk van, egy, van van, egy, van mondjuk van egy Avengers, ami mondjuk nem tudom, 5 milliárd dollárból készül, és mondjuk nem egy Avengers szintű filmet csinálsz, de egy ugyanakkor a sikerű filmet, és mondjuk nem 5 milliárd dollárból csinálod meg, hanem 100 millió dollárból. Vagy még annyiból. És az, a, a, a tizedért, vagy a huszadából ö, egy ugyanolyan vagy egy jobb filmet csinálsz. Mondok, van egy ilyen, van egy oldal, a valami movie, valamilyen, nem is tudom, ilyen tízes lista, nem tudom, nem tudom az oldal címét, most akkor nem fog eszembe jutni. De ami fontos benne, hogy van egy olyan listája, majd előkeresem ezt a listát, ahol a tíz legkisebb költségvetés Egyébként majd lehet, hogy fogjuk ezeket a filmeket nézni, egyébként is, hogy Funkról beszélni. Ott van például a Primer, és ismered azt a filmet? Nem, nem, nem. Az, az egyik leggeniálisabb időutazós film, ez 7000 dollárból készült mozifilm. 7000 dollárból készült, hallod? Tehát ez két ember ö, időutazását mutatja be, kb. egy garázsban, meg egy, nem tudom, egy, egy 20 négyzetméteres területen. 7000 dollár volt. Az durva, igen. 2400, vagy 2004-es a film, azt hiszem, Primer, az a címe, keressél rá. Jó, mondjuk akkor azért még többet ért a pénz akkoriban. Jó, de akkor most, mostani pénz átszámom mondjuk legyen. Tehát simán a négyszeres a mostani. dollár. Hát, hát vagy a négyszeres a ötszörös Jó, a dollár. 25 dollár. Na most az aha. mennyi, mennyi, akkor mostani pénz átszámol, hogy szoroz be 3,80. Mennyi? 15 millió, 20 millió. Mennyi? Aha. aha. Érted? Uh -huh. Tehát azért mondom, hogy lehet kevés pénzből jó filmet csinálni, csak itt mindig az ötlet számít, és annak a... a, a meg... Itt vagy? Igen, itt vagyok. Jó, csak azt hittem, hogy véletlenül majdnem kikapcsoltalak, hogy, hogy megközben itt nézegetek egy-két dolgot, például ezt a dolgokat, hogy az IMDB meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy, lehet jó filmet csinálni kevés pénzből, még arányaiban is kevés pénzből, csak tényleg az számít, hogy, hogy hogyan ragadod meg, és, és, és tényleg az, hogy, hogy, hogy mert most mondok egy példát, itt van a, ugye ez a készülő kisfilmem, ez a, a betyárok, amire gyűjtünk ugye most pénzt. Igen. És ugye ez egy kisfilm, nem egész estés film lesz, ez körülbelül ilyen kereskedelmi fél órás, 25 perces, és ez, ez 10 millió forintból is meg lehet csinálni, de olyan 20-ból kényelmesen meg lehetne csinálni, úgyhogy mindenkinek azért meg meglegyen az elégedettsége, a kifizetés, meg a a stb. Na most már ez a pilot anyag kb. 2 millió forintból készült, és, és hogyha te, hogyha azt nézed, bocsánat, ha azt nézed arányaiban, hogy, hogy mondjuk mennyiből készülnek mondjuk nagyobb költségvetésű filmek, akkor azért úgy el lehet gondolkodni, hogy azért a magyar film is már ott tart, hogy egy állami pénzből készülő nagy játékfilm azért már olyan egy milliárdból minimum. Most nyilván vannak kevesebb pénzek is ebben a dologban, mert lehet kevesebbel is jó filmet csinálni, de én azt vettem észre, hogy azért a mostani standard azért egy milliárdot elszórnak egy filmre. Most nyilván ebben persze van pénzmosás és egyebek, és lehetne erről beszélni nagyobb. És egyébként egy, egy 20 milliós filmet, amit te 20 millióból hozol ki, Igen. azt, azt egy, állami, az állom, egy állami film mennyiből csinálná meg? Hát ez egy, ez egy ez, ez nagyon. Tehát hát, nyi, nyilván nincs egy egyértelmű szorzó, de te mennyit szoroznál rá mondjuk? Hogy mondjuk, hogyha állami pénzből csinálnám ugyanazt a filmet? Igen, ami egy most egy 20 millióból kim van, azt ők szerinted mennyiért csinálnák meg? Hát szerintem egy 3500 ból biztos. Aha, tehát legalább egy de, tízszeres a szorzó. De ott, de ott az akkor már lehet, hogy nem fél órásra csinálnám meg, hanem egészestésre, érted? Uh -huh, uh -huh. Mert akkor az már, akkor már van rá arra pénz, hogy az meg tud csinálni azt egész estésként. egy részletesebben tudja finomabban lehet akkor adagolni azt, azt, a, azt a, az, azokat a dózisokat, amit fél órában mesélsz el. Tehát akkor valószínűleg abból már egy egész készítenék, és, és ott nyilván nagyobb lenne a stáb. Nem, nem hanem nyilván akkor azért, hogy kényelmesebben, gyorsabban lehessen dolgozni, de ahhoz meg minőségebbi dolgok, tehát több munkát levesznek mondjuk a rendező válláról, meg akkor például van mondjuk esetleg lesz egy mondjuk kifejezetten dedikált storyboarderem, nem tudom, stb. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik, amik pluszban növelnek a, a produktum minőségén, a megfelelő előkészítés. Tehát ez ugye mind ember, pénz, stb. Na mindegy, Grand Torino, térjünk vissza, mert nagyon elkanyarodtunk. Ja, ja. Ö, igen, igen. Ö, Na mesé! Pillanat, összeszedem itt a dolgokat. Szedd össze. Igen, beszéltünk az önfeláldozásról, az erőszakról, Ö, a barátság, az is megjelenik a filmben, az is egy elég jó, jó része a filmnek, hogy ugye a, bár mondjuk igaz, hogy ezt is érintettük, de hogy, hogy ne csak ne csak ilyen nehéz témák legyenek a filmben, ez ugye ott van a, a barátság a, a Kowalskinek a, a szúval, meg a, a tauval, úgyhogy igazából vannak ilyen az, kis, bocsánat, kis egyszerűbb bocsánat. dolgok, ilyen kis könnyebb, igen, de az, az, nem, az, nem annyira, az nem annyira barátság, az igazából az egy ilyen apaminta. tudod, az a, az a minta, ami, ami, uh, amit igazából a, 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 a szújék családja, már szú, meg a tau nem igazán kap meg, tudod? Tehát kap egy ilyen kulturális segítséget, és kap egy ilyen, ilyen klasszikus apamintát, aha, egy aha. modern tehát, én szerintem az nem, nem, nem olyan Hát nem úgy, barátség, nem úgy barátság, szerintem maximum ilyen nagy vonalakban lehetne a film, végére, figyelj, a, film végére, a figyel, a film végére ők már ott ők kezelik, vagy hogy mondjam. Tehát én azt érzem, mm -hmm. hogy ott már egy ilyen, hogy, 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 a családjuk, tehát figyelj, most gondolj bele, elmondom miért, ez is fontos. Ugye kinézik a izéből, ez is egy ilyen építkezős lépcső. Ugye amikor meghivek erre a kínai rendezvényre, tudod, és egy csomó kínai, ő kinézi, tudod, azt hiszem talán kétszer is van ilyen jelenet. Egy egyszer van a, amikor lent a pincébe ugye ott vannak a fiatalok. Ja, igen, igen. Meg fönt ugye isszák a, a dolgokat, és utána van egy másik alkalom, valami rendezvény, ahol meg azt hiszem ez két külön rendezvény, ha jól emlékszem, ahol meg ugye az a kínai bölcs elmondja, hogy ő milyen ember. Emlékszel? Igen, igen. De most hogy az elsőn még ott nagyon el, el, tehát hogy van egy ilyen távolságtartás, mert mindenki meg van lepődve, hogy hát ezért Mit keres itt egy ilyen amerikai fehér ember? Érted? Tehát, hogy De a, a végén már ott, ott azért több sokkal közvetlenebbek az emberek, hiszen a, az öreg segített nekik, hiszen ö, ö, kimentette tao ezeknek a, a huligánoknak a fogságába. Érted, hogy mit mondok? Tehát, hogy, hogy a második alkalomnál. Igen, igen. Tehát azt mondom, és ott már, tehát, hogy olyan egy kicsit olyan, tehát érted, egy ilyen kulturális különbségekkel rendelkező, teljesen más ö, ö, kultúra nem hív meg a családi rendezvényére. Érted? Tehát csak akkor, ha ott valami erősebb kötelék alakul ki. Én, figyelj, én tanítottam kínai magániskolában. És ö, a kínai, és akkor, és ezt én onnan tudom egyébként, hogy ez egy nagyon, nagyon kicsit olyan grantoninósan éreztem magam, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy a kínai emberek, az idősebbek egyáltalán nem. A fiatalabbak még úgy, ahogy, de ha jelen voltak az idősek, akkor nem nagyon nyíltak meg. Uh -huh. Mert volt olyan, hogy úgy tartottam az órát, hogy ott volt az anyuka, meg ilyenek, érted? Aki egy büdös szót nem beszélt magyarul, hallod? Csak a gyerek. De a gyerek meg a szülők egymás között otthon csak kínaiul beszéltek. Tehát nem nagyon beszélnek ezek magyarul, vagy ők, bocsánat. Tehát, és, és, nagyon, tehát egyszerűen óriási a kulturális szakadék, de tényleg. Tehát, hogy mondok egy példát, próbáltam viccelni mondjuk a Figyelj, ez nagyon durva jelenség. De én rengeteg magánórát tartottam már, de a az egy külön állatfaj. Képzeld el, hogy szóba jött az, hogy próbáltam egy kicsit interaktívá tenni az órát, hogy bevonjam őket az órába, tehát hogy ők reagáljanak rám. Kérdeztem tőlük erőszakosan, ilyen direkt módon, nem durván erőszakosan, csak úgy értem, hogy direkt módon próbáltam őket arra rávenni, hogy csatlakozzanak be az órába. Ne csak üljenek, mint egy birka, hanem interakcióba lépjenek velem. Érted? És, a, és képzeld el, hogy, hogy ne, ez egyszerűen nem működik. Figyelj, l -l lőttem ilyen poénokat. Na, kérdeztem, mondom, hogy Szeretitek a számítógépes játékokat? Ilyen kommunikáció témáján keresztül jutottam el oda. Ültek kukán. Érted? Senki nem válaszolt. Hallott? Kínosan éreztem magamat. Érted? Mondom, és a filmeket? Hát, hát, hát. Mondom, nincs kedved színészetek? Mondom, Jackie Chan, nem szeretitek? Tudod? És gondoltam, ez kurva jó poén lesz. Hát ez egy híres, világhírű kínai színész. Tiszteletből Oscar van, ilyenek, érted? Munkássága révén, meg ilyenek. Hallod? és így, hát nem. Valaki esett ott ki az a Jackie Chan. Hallod, Geci? Hát azt hittem, hogy lehidalok, bazd meg. Hallod? Nem reagáltak semmire. Tehát annyira zárt közösség a kínaiak, hogy így egyszerűen borzasztó. És a fiatalok egy kicsit nyitottabbak, de az idősek jelenlétében, figyelj, és ugye nekem a Grand torino ez a fajta, jó, lehet, hogy a homongok, a kínaiakon belül az homong, ez a homong ez, a, ez egy más kút, lehet, hogy ott egy picit nyitottabbak, vagy nem tudom. De direkt azért volt így felépítve a film, hogy szó, az egy nyitott, az egy ilyen az egy híd, az egy bridge. Ez egy bridge support karakter, aki áthidalja a kulturális különbségek közötti ö, ö, akadályokat, hiszen kikényszeríti kettők interakcióját. Tehát normál Igen, esetben Igen. egy ilyen kínai ö, családdal nagyon nehéz dűlőre jutni, főleg az hát a, idősekkel. Szerintem a, a, ez a kínai történelemben, meg az ázsiai kultúrák történetében ez így van, hogy, hogy a, az ázsiai ö, emberek azok, ö, ö, hogy mondjam, tehát a történelmük okán ők egy ilyen ö, hierarchikus rendben vannak, és ők szerintem úgy gondolják, hogy hogy neked kell megtartanod az órát, és ők csak, tehát hogy ők passzív befogadók, és neked kell megtartanod az órát, és ők, ők, ők tisztelik ezt a hierarchikus viszonyt, és ők nem hát akarnak, nem akarnak kijönni ki, ki, ki hát ebből a hierarchiából. Nevezhetjük így is egyébként, jó, csak én éppen akkor nem nem, á, nem, áll, nem áll tanítottam, meg nem, nem tudom mit tanítottam, érted, hanem, hanem mert ugye nekem a ez a Kínai cusznak, a, az a kulturális központnak az igazgatója, ez egy kínai nő. És ő külön kérte, hogy próbáljam segítsék a, a, a kínai fiataloknak, itt élő kínai fiataloknak ö, integrálódni a magyar társadalomba. Hát mondom, ne haragudjon, hölgyem, de ez csak akkor lehetséges, hogyha vegyes csoportokat csinálunk. Tehát úgy ez nem lehetséges, hogy a kínai csak kínaival van. Érted? Tehát, hogyha Aha. nincs interakció, nem lép interakcióba a magyar emberrel, akkor én ezt nem tudom nekik megtanítani. Hát hiszen ez, ez ide empirikus tapasztalat kell, ide közös feladatok kell. Tehát akkor nekik közös feladatokat kell adnom, vagy olyan feladatokat, amiben együtt kell, hogy működjenek. Hát ha nem adok ilyet, akkor hogy alakul ki a, hogy mossák el a saját kulturális különbségeiket? Hát máshogy nem tudják elmosni. Érted? Mm, igen, igen. És hasonlóan egyébként, mint a Grand Torino-ba. Tehát, hogy, hogy közös feladatokat, mert valójában a... a, a érdekes módon a, itt a Clint Eastwood karaktere az egyben tanuló és tanár is. Érted? Hiszen igen, ő igen. tanítja, a, 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 hogy az aklimatizáció megszülessen a tau gyereknek, de ő közben ugye a, megtalálja a hangsúlyt szun keresztül a, a, másik családdal, ugye azzal a kínai homok családdal. Na mindegy, úgyhogy szerintem, szerintem ez minden tekintetben ez egy zseniális film. Öh, nem tudom még, mit, mit mondjál róla még nekem valamit, ha még eszedbe valami, ami... Hát még ugye azt, azt nem vettük, <coughs> nem vettük no, így, yeah. nem neveztük nevén, hát, de, hát de, engem is de, de van egy ilyen öh, része a filmnek is, hogy, hogy az, az, ahogy hogy, tehát ahogy a film bemutatja a Kowalskinak a, a történetét, annak ugye az előzménye az az, hogy, hogy ahogy, ahogy telik múlik az idő Amerikában, és ahogy változik a, az idő a Kowalski, tehát a, a Kowalski mögött elmegy az idő, és vagy hogy mondjam, tehát hogy eltelik az idő, a világ modernizálódik, és ahogy egyre modernebb, Ö, szakaszba vált az, a, az amerikai, ö, tehát, hogy ahogy, ahogy a Kowalski-val együtt változik a világ, meg a Amerika, úgy úgy ö, keletkeznek a, a modern világnak a problémái. Tehát ugye korábban a Kowalski nem tapasztalta ezeket a problémákat, és ezeket a 20, 21. századi problémák, vagy 20. század végi, 21. század elejé problémák, ö, tehát ezeket mutatja be, a, ezeket is mutatja be a film, hogy az emberek hozzáállása megváltozott, bandák kerültek a környék, környékre, egyre több a bevándorló, tehát valószínűleg az volt, feltételezem, a Kowalskinak az élménye, hogy 40-50 évvel ezelőtt nem volt bevándorlás, vagy nem volt ennyi bevándorló, nem voltak bandák a környéken, és az emberek hozzáállása normálisabb volt. Tehát, hogy ezt is bemutatja a film, hogy, hogy ahogy... Egy, egy idősebb embernek a tapasztalatához képest, a korábbi tapasztalataihoz képest, a modern világ milyen, milyen problémákat okozott, vagy okoz Amerikában, valószínűleg ebből ugye, lehet, lehet, lehet -e extrapolálni más országokra is. Na és akkor ugye megint visszacsatlakozunk ahhoz, amit az elején mondtam, hogy ugye minden film az adott kulturális kornak, történelmi kornak a lenyomata. Tehát az, hogy ez, egy, ez, ez, ez így meg lett írva, Valaminek kellett inspirálni az alkotókat. Tehát ez nem áll magába, ez nem egy ilyen légből kapott valami. Tehát nyilván, pláne itt egy ilyen nagyon realista ábrázolásban láthatjuk a, gyakorlatilag az ilyen szegény negyedekben lévő családok és egzisztenciálisan alacsony társadalmi rétegben létező családoknak az életkörülményeit. És nyilván itt a, a, a rasszok közötti keveredés, Kultúrák közötti keveredés, az sokkal nagyobb eséllyel van jelen, mint mondjuk egy magasabb társadalmi szintben sokszor. Érted, mit mondok? Hm. És, és, és így a, a konfliktus, ami ugye ebből adódóan generálódik, most ugye általában nagyon, tehát lehet valami bizonyos szinten intelligensebb az ilyen közegben élő ember, de a nagy esélye az, hogy lehet, hogy valaki intelligensebb, de intellektuálisan nem biztos, hogy megvan az a háttere hozzá, hogy ezt megfelelően a helyén kezelje. Érted, mit mondok? Tehát a, a fiatalok, meg a, a különböző kultúrák ebben az ilyen alsó társadalmi rétegekben nagy valószínűséggel ösztönből fogják megoldani a problémáikat, és nem a józanész mentén. Érted, mit mondok? Igen, igen. Amiről ugye eddig is beszéltünk, hogy. hogy, Na látod, most ugye beszélünk a filmről, de nem beszélünk a filmnek a cselekményéről. Érted? Hát minimális szinten, minimális szinten. Mi, minim, de nem, most csak. Például, annyira, annyira én... lehet róla beszélni, igen. Így van, mert hogy hozunk bele a filmből egy példát, de ezzel a, na, tehát a spoiler szintet nagyon leminimalizálod. És ez a lényeg az egészben, és azért ne, tehát az, amikor ö, ö, a dancsó féle elmondjuk ironikusan a cselekményt, és poénk, mi ugye régen ilyen idézőjeles filmkritikákkal kezdted, de valójában az nem filmkritika, tehát ott nincsenek szakmai szempontok. Ott elmondta a cselekményt, és ezeket a gagyi részeket ironikusan kifigurázta. Ez egy szubjektív, ironikus poén dolog, amiben, amiben filmekről ö, beszél, de valójában az nem kritika. A kritikának vannak szakmai szempontjai, ez nem az. Tehát amikor elmondod a cselekményt, Ilyen, elkezded mondani, hogy hú, te akkor bement az ajtón, nem tudom, stb. Izz, így, ugyanúgy, az nem kritika. az egy érzelmi alapú, szubjektív ömlengés, hogy te az élményeidet elmeséled a filmnek a cselekményén keresztül, hogy te hogy érezted magad abban, csak valójában az nem az az eszköz, amivel a film dolgozik. Csak ugye ezzel az a baj, hogy ezzel elrontod a, a másik fejnek a filmélményét, film mert azt fogja, hogy a te élményeden keresztül, a te interpretálásodban megkapja a filmnek a cselekményét, és ez a prekoncepció beleig az agyában, kap egy impulzust tőled a filmről. Majd amikor elmegy a moziba, akkor ezt felhasználva ö, vizsgálja a filmet. És sokszor, vagy szinte egyébként nem sokszor, mindig ez ö, a prekoncepciótól különböző lesz, hiszen nem azokkal az eszközökkel kapod a táralást, amiben te az első impulzusokat megkaptad. Jó bonyolult vagyok? Érted, amit mondok? Igen, igen. Mert tudom, hogy bonyolultan mondtam el, ez sokkal egyszerűbb, mint amit bonyolultan elmondtam, de hogy ezért nem szabad a filmekről úgy beszélgetni, mint a Dancsó, meg a, meg a, hogy a hívek, hívják, a Szírmai, meg ezek, mert, mert az nem kritika. Az uh -huh. nem kritika. Uh -huh. Tehát lehet, hogy a szírma is fejlődött, csak én például nem bírom hallgatni a szírmait. Igen, igen, nagyon-nagyon ilyen nagyon modoros stílusa van. A szakmai szempontok ilyenek, amiről például mi is beszéltünk, hogy ellenfejlődés, karakterek minősége, karakterek kidolgozottsága, ki a protagonista, ki az antagonista, kik a support karakterek, ezeknek a viszonyainak a felállítása, operatőri minőségekről beszélünk, stb. Tehát még a film kapcsán még operatőri munkáról nem is beszéltünk. Tehát például nagyon sok mindenről igen, nem Igen, igen, a hangokról, meg a képekről hangokról, ezek a szakmai szempontok érted? Most, hogyha csak nem a, a, nem a, narratív történetet nézzük, hanem mondjuk a technikai megvalósításokat érted? Mert mondjuk film és film között is van különbség. Ezek már szakmai szempontok, igen. és ennek ugye vannak technikai, és ugye narratív szempontjai is. Persze, Igen, egyébként ugye? én, én pont ezt néztem, hogy a, milyen díjakat kapott a film, és azt néztem, hogy az American Film Institute a 2008 legjobb 10 filmje közé választotta a Grand Torino-t, viszont nem kapott semmiféle Oscar díjat vagy ilyesmit. Tehát én, egy, én valami ilyesmi filmet jelölnék Oscar díjra, nem azokat a nagyon béna vagy nagyon unalmas filmeket, amiket általában jelölnek. Mondom, mondom neked egy sztorit. Az Oscar, ugye ez az Amerikai Filmakadémiának a díjátadója, és ott a világ a világ, az Oscar az mindig is politika volt. Mm, igen, igen. Na most, és mindig a, a célkeresztben az adott politikai trendek vannak. Hol a zsidók, hol a melegek, hol az LMBTQ, hol a transzok, hol a faszant, ugye tök mindegy, hogy ki, hol a hidegháború. Mondok egy történetet, nekem egy vannak olyan filmes dolgok, amiket csak akkor fogsz megtanulni, hogy elmész filmes iskolába, mert ez nincs leírva a könyvekbe de mondok ezt a 69-ben ugye meglett a Pál utca fiúk, Fábri rendezésében, ami egy zseniális film. Zseniális történet, zseniális film. És nemzetközi koprodukcióba készült, eljutott izébe, és nevezték a legjobb foreign best foreign languages uh, movie-ra, akkor még ugye így nevezték, hát idegen nyelvű, tehát most, na, hát ez azért... Ezt már ugye átnevezték, hogy izé, a legjobb külföldi film, vagy nem tudom mi a tökömre, mert a Foreign Languages az, Maradjunk annyiba, hogy kicsit ilyen rasszista megjelölés, tehát mi az hogy idegen nyelvű, tehát hogy mi csak az Amerika vagy az angol van, tehát hogy na mindegy, Igen. ezt már ugye átnevezték, és lényeg, hogy 69-ben nevezték a Pálucé fiúkat. Mindenki, a kritikusok, a izzék, mindenki egekbe hogy ez egy zseniális film. Mind az operatőri munka, a történet, a zene, a, a megvalósítás minden, és mégse az nyerte a a legjobb idegen nyelvű oszkárt, hanem az oroszok által benyújtott háborús béke. És tudod miért? Az akkori viszonyok miatt? A, elmondom neked, azért, azért, mert hogy a, akkor döbörgött a hidegháború, és azért, hogy a két ország között a hidegháborús szituált, tehát hogy a feszültségeket csökkentsék, azért tettek a másik ország felé gesztusokat. És uh -huh. az egyik ilyen gesztus volt, hogy a háborús béke megnyerte az Oszkár. Ennyi. Hm. Nincs miről beszélni. Mármint a szóval. külföldi kategóriát nyilván. Igen. A be, hát úgy, be, hát, nyilván, hát most persze. De hogy érted, tehát nincs miről beszélni. Az Oszkár, uh -huh. az kibaszott politika. Tehát amikor erre rájössz és megérted, hogy ki miért kap itt díjat, akkor nem fogod nézni. Igen, mert mondom, amikor... én, én régen azt hittem, hogy ez valami filmek, filmjének semmi, a filmje, sem, és rá, e, rájöttem pár éve én is, hogy sem, nem, nem érdemes követni az nem, gálát. Ért, ért, Értelmetlen, elmondom, mondok egy példát, hogy ezekre is szakmailag rálátsz, és megérted, hogy ez hogy működik, meg az egész filmipart megérted, hogy hogy működik, akkor leszarod az oszkárt, mert egy igazi kamuszar az egész. Tehát semmi értelme nincsen. Az a tömegeknek szól, nem a szakembereknek. A szakembereknek persze abból a szempontból, hogy igen, persze, elismerés, meg egyebek, de, de nagy eséllyel az esetek 90%-ában nem az számít, hogy a filmed jó, vagy nem jó, vagy szakmailag jó, mert hát Torino se kapott oszkárt, érted? Tehát, hogy nem ez számít, hanem az számít, hogy milyen kapcsolati tőkéd van, politikailag ez mennyire fontos éppen az aktuális trendeknek megfelelő -e, Mondok egy példát, évekig sírtak a rajongók, figyelj, hogy DiCaprio nem kapott legjobb uh, best actor, best support actor, nem tudom, akármilyen legjobb színész uh, oszkárt, soha nem kapta meg, figyelj, soha nem kapta meg. Ez globálisan a rajongók már évek óta kifejezték, figyelj, és egy pár évvel ezelőtt, amikor megjelent a, a Visszatérő című film, ugye a Revenant, uh -huh. <kül> akkor azzal nyerte meg a legkommerszebb, legsemmilyenebb, leg, legsúlytalanabb film, egyébként persze operatőrünk a zseniális, az alakítás zseniális, mert ugye DiCaprio, ez nem bonyolult, de maga a film, hát azért nem egy Grand Torino, na nevezzük nevén. És mire kapta meg a legjobb oszkárt? Erre a filmre. Miért? Mert egyszerűen a tömegek és a, a, a tömegizlés, tömegigény, Egyszerűen kikényszerítette az, hogy most már meg kell kapni a dikap, Egyszerűen ez benne volt a levegőbe, érted? Benne volt a levegőbe, hogy ez, akármi van, most már adjunk baz meg dikapriónak egy kibaszott oszkárt, mert most már ezt akarja a nép. És egyébként jogosan, mert tényleg, hogy nagyon jó színész. Igen. De igen. ettől függetlenül, ettől függetlenül, ez egy nagyon jó példája annak, hogy amikor, amikor nem az szám, tehát hogy, hogy tehát nem az, a, az, amiben tényleg igazán kibaszott zseniálisat alakított, hanem az, hogy már, már a, a társadalmi elvárások egyszerűen már karcolták bazd meg a, az amerikai filmakadémiának a falát, érted? Már amikor már annyira sütött minden egyes újságban, minden egyes kritikában, minden egyes ö, rajongói hozzászólásban, hogy na, legyen már DiCaprio izé, legyen egy oszkárja, Egyszerűen akkor megadták a legsemmilyenebb filmjére, hallod? Érted? Na És ezért, ezért én, amióta ezeket az emberi tudja, azóta én nem nézek oszkárt, semmi, te, egy, egy ö, lényegtelen. De uh -huh. viszont érted. mi van azzal, hogy, hogy ö, ha te filmezel, akkor ö, akkor mennyire, mennyire befolyásol az, hogy ö, hogy az átlagnézőt, vagy, vagy nem is átlagnézőt, de hogy hogy mennyire csinálod a filmjeidet a nézőknek. Tehát, hogy az is valamennyire számít, nem? Ez egy, ez egy bonyolult, erre nem tudok így ilyen egyszerűen válaszolni, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Mert én a filmeket a nézőmnek csinálom, mert aki nem a nézőnek csinálja, az hazudik. Vagy hmm. nem jól közelíti meg a dolgot. Igen. Mert nem azért filmezel, én ezért nem szeretem ezeket az avantgárd ilyen elborult, agyatlan filmeket, mert hogy, ott, mert hogy ott ez egy öncélú valamit. Ez egy film, minél jobban öncélú, annál kevesebb embernek szól. Minél kevesebb embernek szól, én szerintem annak, annak a filmnek nincs értelme megszületni. Azért nincs értelme megszületni, mert ad, ad, abban az időszakban, amikor a film még kereste az útját, kereste azt, hogy, ő, hogy ebből mi is lesz, amikor ilyen. Dali, meg Bonnyuel megcsináltak az Andalúziai kutyát, meg az ilyen, ilyen jellegű dolgok, meg egyébként ezek a kameratrükkök megszülettek, meg bejött a hangos film, meg sorolhatnám. Addig, addig azt mondom, hogy ennek volt jelentősége, ezeknek az avantgárd dolgoknak. De miután a, a fikciós filmezés kinőtte magát, és a 60-as években az új hullámtól megszülett, megszülettek ezek a nagy, megjöttek ezek az első generációs új hullámos rendezők, mint az amerikai iskolából Dipalma, vagy Spielberg, vagy Scorsese, vagy egyebek, vagy mondjuk az angol iskolából, a Free Cinemából, mit tudom, Tony Richardson, vagy mondjuk a magyar hullámból Szabó István, Meg sorolhatnám. akkor, hogy mondjam neked, akkor, 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 jelentek meg az, hogy ezeknek az, ezeknek az avangárd dolgoknak a jelentősége az kezdett csökkenni, hiszen, hiszen, hiszen minőségi mozifilmek kezdtek el születni, és, és, és azok, azok, annak ellenére, hogy, hogy, sokszor azért ma úgy hivatkozunk sok filmre, hogy művészfilmek, de mégis, mégis sokkal ezek alapozták meg a közönségfilmnek a, az alapjait, tudod? Mm -hmm. És uh, hogy mondjam neked, a mai, uh, 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 hogy is mondjam, korszakban az avantgárt filmezésnek, meg ilyeneknek szerintem semmi jelentősége nincsen, mert egy öncílu fasságá válik. Na most az hogy kinek csinálod a filmeket? Hát uh, mit is, mi volt a pontos kérdés? Hát az, hogy mert azért kérdeztem, azért tettem fel a kérdést, mert nekem az, az jött le a... a ami a, Ahogy megismertelek eddig, tehát az utóbbi pár év alatt, hogy, uh -huh. hogy neked nagyon fontos a szakmaiság, és hogy mintha, mintha az lenne túlsúlyban. Persze, 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 nekem nagyon. De nem csak a szakmaiság, hanem, hanem az, hogy ö, van egy fontos kérdés, amit mindig felteszek egy filmnél. Van egy fontos kérdés, az pedig az, hogy felteszem ezt a kérdést, hogy a ennek a filmnek miért kellett megszületnie. Ha erre tudok egy egy szavas, vagy egy mondatos maximum választ adni, és, és az egy racionális indokot képez, akkor annak a filmnek volt értelme megszületni. Ha csak annyi a válasz, hogy pénzér, akkor annak a filmnek nem kellett megszületnie. Az a film súlytalan, nincs értelme. Érted, mit mondok? Igen, igen, igen. Tehát a, a, az a film, ami ami csak a pénzért születik meg, akkor menjen el az ember, az meg kibaszott IT-szakembernek, vagy most neved ezt de degradálásnak, legyen egy mérnöknek vagy ak. Tehát ahol, le, ahol ahol csak a pénz számít. Érted, mit mondok? Uh -huh. Mert az az nekem nem mondja magát filmesnek, aki csinál egy filmet csak azért, hogy szórakoztassa a népeket. Akkor menjen el cirkuszi bohócnak. Menjen az meg, nem tudom, stand-up komédistának, érted? Az ne csináljon filmeket. Az csináljon filmeket, aki, aki, mert lehet egyébként, de bocsánat, azért ne, ne essünk ki a izéből, lehet úgy szórakozható filmet csinálni, hogy annak van, van, van tanúsága. Elmesél egy normális történetet minőségben. Uh -huh, uh -huh. Érted? Igen, igen, igen. És, és, és nem kell itt mindenféle hülyeségekről beszélni, érted? Hanem egy tök egyszerű dolgokról. Tehát, hogy, és itt most nem arról van szó, hogy mindig véresen komoly, halálosan néző filmet kell csinálni. Na, mondok egy példát. Ott van a Monty Python csoport. A Monty Python csoportnak a humorát. A Monty Python csoport olyan a humornak, mint a Beatles a popzenének. Érted? És mégis igen, olyan igen. filmek születtek a Monty Python csoporttól, vígjátékokat csinálnak de nem mindegy a vígjátéknak a minősége, mert van mondjuk horrorra akadva, mint vígjáték, meg van mondjuk a Brian élete. Hát a kettő olyan fényévekre van egymástól, hogy mind a kettő vígjáték, csak nem mindegy a minősége, érted? Az ábrázolás minőséges. Itt jön a lényeg, hogy valami attól válik művészetté, hogy az az adott kategóriát, vagy az adott művészeti ágon belül, te azt a valamit, azt a témát milyen minőségbe milyen esztétikai, szakmai és egyéb elemekkel dolgozott fel, és milyen tartalmilag, stb. Ettől válik valami művészeti, nem az, tehát, hogy azért, mert, és itt jön a lényeg, hogy a horrorra akadvának nem kellett megszületnie, mert az egy rakás szar, 5 forintot nem ért. Érted? <laughs> de a Brian életén úgy nő, úgy szórakozol, de ott egy minőségi szórakozás kap. még eszembe jutott egy, egy, visszatérve a filmre a nál hogy eszembe jutott, no. hogy meg, megoldotta a keretes szerkezetet a... a, a azé. Na mesé. Hogy a keretes szerkezetet az adja, hogy a film halálesettel indul, és a film halálesettel végződik. Igen. Tehát ez is egy milyen érdekes dolog, hogy ezt is bele tudta rejteni. Hát igen, igen, lehet, lehet ezt egy keretes szerkezetnek felfogni, igen. Hát egy ilyen De... rejtett keret. Én igazából, én igazából a, nekem az a, az, a, az, a, az a legfontosabb értéke a filmnek, hogy a, hogy a, a Kowalski az megértette, tehát egy, egy magasabb szintre emelkedett, érted? Ez egy picit olyan, mint a megvilágosodást. Igen, van? igen, igen, igen. Hogy lett egy ilyen, lett egy ilyen felismerése a végén az öregnek, hogy ez a morgó mindig problém mindig problémás mindig akadékoskodó de valójában belül egy igazán egy becsületes és egy jószívű ember volt érted hogy ön hogy ő mindig mindig valahol szóval egy picit én is ilyen vagyok nekem azért volt könnyű azonosulni a filmmel mert én is ez a morgó mindig elégedetlen karakter vagyok de belül nekem volt volt egy barátnőm azt mondta és ez, ez egy zseniális és tudod, ezeket a mondatokat tudod mint a mint ami én ezeket mindig megjegyzem, mint amit te is mondtál ezt a izét, hogy helyre át az egyensúly a galaxisban, vagy, a, vagy a univerzumban, a, 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 igen. az univerzumban. Érted? Ez egy zseniális mondat. Tehát ez egy akkora találat, Ádám, hogy ez zseniális. És mondok neked valamit, volt egy barátném, azt mondta az én karakteremről, és valószínűleg ezért tudtam nagyon-nagyon azonosulni ezzel a film, és ez a szubjektív része, hogy azt mondta, hogy én vagyok az a karakter, és egyébként hát szerintem a reakcióimból ez könnyen, könnyen leszűrött, hogy, aki nem bírja az igazságtalanságot, aki nem bírja a. a, a tehát aki, aki igenis felszólal, aki mindig morog, aki mindig elégedetlen, de valójában belül egy aranyszívű ember, aki meg akarja menteni a világot. Így hívott engem. És amikor ezt én meghallottam, ez kb. olyan volt, mint amit most te mondtad, hogy helyreállt az univerzum egyensúlya. Végre egyszer valaki valaki igen. őszintén megmondta, és látta a karakteremet. Érted? Igen, igen, igen. igen. Ez Érted? Érték, és, értékes mindenképpen. És egy olyan mondatot mondott nekem, mert én ezzel a hölgyel mindig vitatkozok. Somó, csomó mindenben nem értünk egyet. De amikor ezt így kimondta, és éppen ilyen felszabadult állapotban volt, és én is ilyen ezért voltam, és megint tudod, megint morogtam, elkezdtünk összeizélni, össze kicsit össze marni egymásra, de hát ugye kedveljük egymást, tehát ne értsd félre. Csak és akkor mondta, hogy Péter, te egy mindig elégedetlen, mindig morgó ember vagy, de belül egy aranyszívű ember, aki meg akarja váltani a világot. És ez, ez a mondat, ez a mondat, figyelj, hát én majdnem elkönnyeztem magam, hallod? És ez tíz év után kimondta ezt a mondatot, hogy vég, tehát valaki engem úgy lát, ahogy én érzem magam. De úgy, hogy én ezt előtte nem fogalmaztam meg ilyen jól, vagy hogy magyarázzam. Igen. Én egyébként visszatérve erre, mert vissza tudok kutalni meg. bocsánat, a... csak, bocsánat, Jó, bocsánat, elmondom, és most elmondom. ráutalok a Gran Torino-ra, ez ugyanaz, ez ugyanaz, mint amikor az öreg a Gran Torino-ba odajött a kínai bölcs, kínai úr, nyelvi hátrányokkal lefordította a szó neki úgy a dolgot. elmondta, hogy milyen az öreg, a Kowalszki, bement a mostóba, Vassza meg a kurva anyja. ezek jobban ismernek, mint a saját családom. Hallod? Igen. Na ez pontosan ugyanaz volt. Ez pontosan ugyanaz volt. Ezt éreztem. Hát tudtam azonosulni a filmmel olyan minőségben, hogy egy kicsit ilyen Kovalszkinak éreztem magamat abban a szituációban. Érted, hogy hogy mondom? Igen, 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 igen. Na bocsánat, mondjad, ne haragudj. Nem, nekem is egy, csak egy rövid reakció, amit már ugye az elején is próbáltam mondani, meg mondtam, meg beszéltük, hogy hogy, hogy én azt látom például a, a családomnál, apámmal van igazából probléma ebből a szempontból, hogy hogy apám a szentű hiszi, hogy, hogy hát a család az mindenek felett, meg a család a legfontosabb. Tehát, hogy én azt látom a részéről, hogy egy ilyen képmutatóan viselkedik, mert van egyfajta... Tehát van egyfajta idealizáció benne a család részéről, csak az a elvárás. Igen. Tehát van, van egy, egy ilyen ö, kívülről, annak mutatja magát, hogy, hogy nagyon ö, fontos Pontos neki a család. család. És valamilyen csak szinten. Nem úgy, csak, csak nem úgy cselekszik. Nem? Igen, nem csak hogy valamilyen család. szinten tényleg fontos a család, mert külső, hogyha külső, ha külső cselekedetekben nézed, akkor ilyen olyan dolgokba segít, meg meg ilyen dolgokba segít, olyan dolgokba segít, de amikor. Ö, amikor érzelmekről van szó, meg lelki, lelki támogatásról, meg meg az, hogy valakit ő is a teljességében lásson, amit neked is mondott a, a, ez a barátnőd, ismerős, vagy, vagy ilyen ismerős, igen, igen. hogy, hogy, hogy ez, ez, a, ez a szomorú benne, hogy például a mi esetünkben pont, hogy a, az apám az, aki, aki nem, nem lát engem úgy, ahogy vagyok, és nem is akar úgy látni. De közben papol arról, hogy tiszteld apádat, tiszteld a családodat, meg hogy, meg hogy a család a nemzet alapegysége. Tehát, hogy van egy bocsánat, olyan fajta bocsánat, képmutatás, a... képmutatás van benne. Erre reflektálva, az a hölgy, aki engem így lett, az nem a rokonom. Én e tudom, tudom. No, csak, hát, nem tudom, hogy ez tudom, egy. Tudom, nem, nem amiatt erősít. mondtam, csak hogy én, én, az én esetemben például ez áll fenn, hogy. Jó, nem, hogy... nem, hogy ez pont azt a nem, nem, nem ami... aha, hogy a aha, külső aha. szem, ugyanaz megint, mint a igen, külartó, igen, kóba, igen, ugyanaz nálad, meg ugyanaz a nálam is, hogy a külső személy, aki empatikus, és régóta ismerjük egymást, jobban ismer, mint a saját család. Igen, igen, ezt akartam, igen, ezt Érted? akartam kifejezni. Így van, egyen? így van, igen, igen, igen. Hogy, hogy, hogy na és itt is ugyanez van, hogy ez nálad is jelen van, nálam is jelen van, és a Grand torino ba is jelen volt, érted? Igen, 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 És ez egyébként ez az, ami az, ami másik, ami, ami nagyon szuper ebben. Mondom, tehát azért mondom, hogy ez a Grand Torino, ez olyan mélységei van ennek a filmnek, hallod, hogy szóval én nem tudom, tehát, hogy ez engem minden tekintetben, és ez a nem tudom, tehát, hogy amikor elmennek bevásárolni a Tao-val, tudod, a boltba, és akkor vesznek neki szerszámot, tudod, hogy tudjon dolgozni a izé. Igen, igen, igen. Tudod, ez, ez is egy geniális, akkor vesz neki mércét, szolostokot, nem tudom, kalapácsot, akármit, nem is tudom, amiket vesznek neki, de ez is egy, a fiatal pap is egy jó karakter, szóval ö, nem tudom, tehát zseniális, hallod? Tehát, szóval, nem tudom, tehát ez mindent tekintetben, hogy, és én emlékszem, amikor újra megnéztem, képzeld el, ugye kiírtam az időfalamra, írtam hozzá egy kommentet, és kiraktam egy anyagot a, a Gran Torino-ból, tudod? Ezt nem tudom, erre, erre emlékszel-e? És mindjárt felolvasom, mert pontosan akarom felolvasni ezt a dolgot. Megkeresem, itt van. Figyelj, ez, egy, egy mondatot írtam. Ha csak egy filmet látsz az életedben, akkor az a Gran Torino legyen, minden benne van az életről, amit tudnod kell.